Közel 500 koronavírussal fertőzött vagy fertőzés gyanús beteget ápolnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház telephelyein. Közülük 70-en vannak az intenzív terápiás részlegen. Köszöntöm Önöket! A 35 perc mai adásában a megyei kórház által készített kisfilmmel kezdünk, majd egy beszélgetést hallhatnak dr. Szondi Zita megbízott főigazgatóval. Szorongás, félelem vagy éppen tagadás? Az új típusú koronavírus, a COVID-19 tavasz óta van velünk. Alig ismerjük, de egyre inkább érzékeljük, hogy a kórházakra nagyobb teher hárul. Az ősz magával hozta a járvány második hullámát egyre növekvő betegszámmal. Szeptember 19-től új feladatot kaptunk, és három megye elsődleges koronavírus ellátóhelyeként dolgozunk. Elsősorban a kapacitásainkat kellett bővíteni, hiszen korábban is elláttuk már a koronavírus fertőzött betegeket, mind az általános ágyainkon, mind az intenzív ágyainkon, de most egy megnövekedett teher és egy megnövekedett betegbeáramlással kell számolnunk, és erre kellett felkészülnünk. Most érezzük azt, hogy igen, megérkezett a járvány hozzánk. Félelem nincs bennünk, hiszen nagyon sok súlyos beteget kezelünk, egyéb fertőző betegségekkel is, amelyek nyilván szintén veszélyt jelentenek az egészségügyi személyzet számára. Ami inkább a félelmet fokozza, a nehézséget, egy ismeretlen ellenséggel állunk szemben. Ezt a vírust ebben a formában nem ismertük, sok mindent nem tudtunk róla. Az elmúlt hónapokban hihetetlen nagy tapasztalatot szereztünk, megismertük a vírust, megismertük a kórlefolyást, szakmailag is nagyon előreléptünk. Kihangsúlyozom és mindenkit megnyugtatok. Megfelelő mennyiségű védőeszközzel rendelkezünk, rendelkezésre állnak a szükséges monitorok, a szükséges lélegeztetőgépek. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, a lélegeztetőgép, a monitor önmagában kevés. A legfontosabb az értő szakember jelenléte. Látjuk, halljuk, érzékeljük, hogy egyre több a vírus fertőzött, már mindenkinek a szűkebb környezetében is. Az élet most mégsem áll le. De mi történik eközben a frontvonalban? Mit élnek át az egészségügyi dolgozók, akik nem dughatják homokba a fejüket? Most valahogy keveset hallani róluk. Alapvetően a beteg beáramlás döntően mentővel történik, az országos mentőszolgálat segítségével, akiket szabály szerint úgy kellene, hogy a házi orvos hívja a mentőt, ugye a telefonos konzultáció során kiderülő panaszok, illetve állapot rosszabbodás miatt. Majd a mentő ide érkezik be a koronavírus ambulanciára, és itt történik meg az első vizsgálata. Ezek a betegek általában gyanúsak. A pozitív betegek az ambulancián nem jelennek meg, tehát a már igazoltan pozitív fertőzött betegek, hanem állapotrosszabbodás esetén egyből a COVID-tömbbe kerülnek felvételre. Amennyire a beteg állapota súlyos, azonnal intenzív terápiás konzíliumot kérnek, kollégáim lemennek, megvizsgálják a beteget, és eldöntik a beteg további sorsát, ha szükséges, azonnal fölveszük a már bemutatott intenzív részlegeink egyikére. Itt elkezdjük a betegek komplex kezelését, folytatjuk a kivizsgálását. Amennyire a beteg állapot kritikussá válik, légzése romlik, azonnal gépi lélegeztetést kezdünk, és komplex monitorozást indítunk. Azt gondolom, hogy aki testközelből látja azt, hogy ez a koronavírus betegség milyen tüneteket, milyen elesettséget, milyen gyengeséget okozhat, az komolyan veszi. Azok az emberek, akik kicsit távolabbról szemlélik, és nem élik át közvetlenül a betegség súlyosságát, ők talán még lazábbak, és még nem vigyáznak annyira. Emiatt számtalanszor hívjuk fel a figyelmet mind az egészségügyi dolgozók egymás közötti kapcsolatai során, mind a betegek, látogatók, hozzátartozók, illetve az otthoni életünk során is be kell tartani azokat a szabályokat, amelyeket most javasol az egészségügyi vezetés, hiszen ezzel tudunk megelőzni, ezzel tudjuk megvédeni magunkat, megvédeni a hozzátartozóinkat, elsősorban az idősebbeket. Legnehezebb az, amikor ott állsz egy beteg mellett, látod, hogy haldoklik, nem tudod oxigenizálni, kimerültek minden terápiás lehetőségeink, és tudod, hogy nem sokára meg fog halni. Sok-sok halállal találkoztam én is a kollégáim az elmúlt 30 év alatt, de ezt nem lehet megszokni. Mindig a célunk a megmentése a betegnek. Az utolsó pillanatig küzdünk érte.
sajnos nyilván nem tudunk mindenkit meggyógyítani. Tudni kell, hogy az ilyen súlyos intenzív osztályra kerülő betegek körében a világ minden részén az elmúlt egy évben a halálozás akár a 80%-ot is elérheti. Ez nagyon-nagyon magas fel. 100-ből 80 beteg átlagban meghalt. A mi jelenlegi adataink hál' Istennek ennél jobbak, de hát ezt nem lehet előre megjósolni. Minden emberélet ugyanolyan fontos számunkra, minden emberi az utolsó percig harcol. Tartani a lelket az emberekben, és bíztatni arra őket, hogy meg kell oldanunk a feladatot, és igyekszünk biztosítani mindent, ami ehhez szükséges, de azt gondolom, hogy napi szinten egyeztetünk, napi szinten átnézzük azt, áttekintjük azt, hogy mire van szükség, és hát a kollégákban azt látom, hogy elkötelezettek, de nyilván mindig vannak problémák, hiszen nagyon gyakran gyorsan kell intézkedni, gyors döntéseket kell hozni. Minden új helyen van, mindent keresnek a nővérek, és meg kell szokni, mit hova raktunk, kórtermek is teljesen másak, mint a megszokott helyen, és a beöltözés az egy plusz teher. Mindent a kesztyűbe, az overallba dolgozni teljesen más, nem úgy érezzük a dolgokat sem, a gyógyszereket ugyanúgy felszívni, beadni, és ezt mind ebbe a beöltözött állapotban. Hát az, hogy meleg van benne, az meg egy plusz teher. Elfogyott az a fajta empátia, ami az egészségügyel szemben ugye volt. Most jelen pillanatban én azt érzem, hogy nem biztos, hogy jól látják a helyzetet, hogy mi is folyik a kórházakban, illetve miről is szól most jelen pillanatban a második hullám során a Covid ellátás. Mivel itt különítve vannak a betegek, itt ezen a részen, ugye beszorul a kórterembe. Nem az van, hogy gyorsan kiugrottam, mert hallom, hogy ott valami történik, és akkor megnézem azt is. Itt be van öltözve, tehát itt nincs az, hogy kiszaladtam, beszaladtam. Tehát ott, ha ő beszorult egy beteg felvételnél, akkor akár egy nővért 2-3 órára is le tud foglalni egyetlen egy beteg. És akkor a többi beteghez még oda sem értünk. Az intenzív osztályon nagy a csend, csak a gépek hangja hallatszik. Itt mindenki halkan, megnyugtató profizmussal teszi a dolgát. Abban tudnak nekünk a legtöbbet segíteni, hogy ne kerüljenek, vagy legalábbis minél kevesebb beteg kerüljön egyáltalán a Covid-tömbbe, főleg pedig a Covid intenzív osztályra. Annyit tud tenni mindenki, hogy maximálisan betartja azokat a szabályokat, amelyek jelenleg Magyarországon elvárhatóak. Mindenkit nagyon-nagyon kérek a maszkviselésre, a személyhigiénére, a készhigiéni betartására, lehetőleg tömegrendezvények kerülésére, mert ezáltal tudjuk csökkenteni azt, hogy pozitív betegek legyenek. Az is megnyugtató, hogy a pozitívá váló betegek 85-90%-ban a betegség enyhe tünetekkel zajlik. Ez mindenképpen fontos, hogy mindig szem előtt tartsuk, ugyanakkor 8-10%-ban súlyos állapot alakul ki. Senki nem tudhatja, hogy kikerül a 8-10%-ban. Sajnos azt nem tudjuk még jelenleg, a tudomány nem tudja megmagyarázni, hogy miért van az, hogy valakinél nagyon enyhe tünetekkel, vagy minimális tünetekkel zajlik a betegség, valakinél pedig ilyen súlyos, akár halálos formában. Ezért, miután nem tudjuk ezt megmondani, mindenkit arra kérjük, hogy vigyázzon magára, vigyázzon a családtagjára és minden polgártársára. Büszke vagyok a lányokra, hogy ezt azért zokszó nélkül, még ha néha kicsit elfáradnak is, meg a fiúkra, igen, és jönnek, és itt vannak, és mindenkinek családja van, gyereke van, anyukája, apukája, és mégis itt vannak minden nap, és bemennek, beöltöznek, és csinálják, és teszik a dolgukat. Kórházba kerülésemet megelőzően 5 napon keresztül germagas lázam volt, közel 40 fokos láz, és gyengeség. Ami az 5. napra már annyira fokozódott, hogy a légzésem is nehézkessé vált, így mentő szállított be tüdőgyulladás gyanúval. Ott tapasztaltam azt az erőn feletti áldozatos munkát, amit mind a nővérek, orvosok, ápolók, akár a takarító személyzet tanúsít, mert az, hogy egy beteg ki van szolgáltatva, és egy nővér mosolyogva tekint rám, már abból éreztem, hogy én itt meg fogok gyógyulni. El kell hinni, hogy ők mindent megtesznek, és nekünk is hozzá kell tenni minden erőnket, hogy meg.
igenis van, aki meggyógyul, és tényleg nagyon súlyos állapotból, igenis ott van is, és haza fog menni, és otthon lesz a családjával, és túlélte ezt az egészet, ebből merítkezni kell. És már abból is, hogy bárkit bármilyen szinten is ki tudtunk ebből gyógyítani. Hát az egy hatalmas nagy siker. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra. A holnapnak szüksége van a gyerekekre, az anyákra, az apákra és mindenkire. Jelentősen megnövekedett az elmúlt időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is a koronavírussal megfertőzött betegek száma. Szakemberek szerint ezért is kell felhívni a figyelmet az egyéni felelősség fontosságára. Ez is volt a célja a kórháznak az imént látott kisfilm elkészítésével. Én azt gondolom, hogy egy kórház menedzsmentje, ahol nem csak a felső vezetők, hanem az osztályvezető főorvosok is szerephez jutnak és nagyon fontos döntéseket hoznak. Figyelembe kell vegye azt, amikor az osztályvezető és a COVID-ellátásban résztvevő szeretné megmutatni azt, hogy mi zajlik a bezárt ajtók és a bezárt üvegajtók mögött, hiszen ezeken az osztályokon nagyon fontos az infekciókontroll szabályoknak a betartása, és nem lehet belátni, nem lehet úgy meglátni az ott folyó munkát és az ott zajló munkát, mint más nyílt osztályon. Az volt a célunk, hogy mind az intenzív ellátást és kicsit az általános COVID-ellátást is bemutassuk a kisfilmben, hogy érezzék azt az emberek, hogy milyen munka zajlik, milyen terhek nehezednek azokra az egészségügyi dolgozókra, akik ebben dolgoznak. Azt gondolom, hogy ezt a kórházon belül sem tudja mindenki, és előfordult olyan egészségügyi dolgozó, aki bekerült egy COVID általános részlegre, vagy akár az intenzív osztályra, aki ott szembesült ezzel, hogy mennyire más az a munka, amit most a járványhelyzetben és a járvány elleni védekezésben kell végeznünk, és mennyire más az, ami a járványon kívüli egészségügyi tevékenység, pedig mind a kettő egészségügyi tevékenység. Úgyhogy azt szerettük volna megmutatni, hogy ez mennyivel másabb, mennyivel nehezebb, mennyivel nagyobb a teher az egyébként is komoly munkát végző egészségügyi dolgozókon, és nem csak a lakosság számára szerettünk volna figyelemfelkeltést, hanem a saját kollégáink az egészségügyi és egészségügyben dolgozók számára is megmutatni azt, hogy így dolgozunk. Ezt most szerveztük meg, ezeket a folyamatokat, ezt a betegellátási sémát gyakorlatilag a járvány miatt kellett kialakítanunk, és ezek napról napra alakuló folyamatok, napról napra alakult így a betegellátás. És az osztályvezető főorvos, illetve a kollégáknak igénye volt arra, hogy megmutassák magukat. Úgy gondoljuk, hogy ez a kisfilm egyébként mindenki számára fontos információkat tartalmaz, hiszen felhívja a figyelmet arra, hogy az egyénnek igenis nagyon komoly felelőssége van abban, hogy a járvány hogyan alakul. Nagyon fontos azoknak a szabályoknak a betartása, amelyeket most kérünk. Fontos a maszkviselés, fontos a távolságtartás, fontos a távolmaradás a nagy tömegeket mozgató rendezvényektől, és nagyon fontos a kézfertőtlenítés, a higiénés szabályok betartása. Én azt gondolom, hogy ha ezt valamennyien megértjük, és visszagondolunk arra a filmre, amiben az osztályvezető főorvos a védőfelszerelésből kiöltözve láthatóan megterhelten kijön az intenzív osztályról, akkor azt gondolom, hogy nagyobb fegyelmezettséggel tudjuk tartani az elvárásokat, és jobban meg tudjuk akadályozni azt, hogy bekerüljünk egy ilyen intenzív részlegre. Azt gondolom, hogy a lakosság számára is fontos az, hogy tisztában legyenek a nagyságrendekkel. Nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy hány darab pozitív betegünk van, vagy hány beteg fekszik intenzív osztályon, akár lélegeztetőgépen, hanem a nagyságrendek. Onnan indultunk, amikor márciusban elkezdődött a járvány, hogy néhány hónap alatt pár száz beteget kezeltünk, mondjuk 800 beteg augusztus végéig megjelent nálunk fekvőbetegként, akik pozitívak, gyanúsak voltak, ellátási igényük volt, de kevés volt közöttük a súlyos állapotú beteg. Ezt követően viszont rapidan emelkedett az esetszám, és néhány nappal ezelőtt elértük
azt a számot, azt a bűvös számot, ami az 500 fekvőbeteget jelentette. Ez két telephelyünkön láttuk el ezt az esetszámot, a nyíregyházi telephelyünk mellett egy héttel ezelőtt a fehérgyarmati telephelyünkön is megkezdtük a koronavírusos betegek ellátását. És azt gondolom, hogy ez egy lélektani határ volt, amikor a két telephelyen együtt egy időpontban meghaladta az 500-at a bent kezelt esetek száma, akik között voltak pozitívak, gyanúsak, lélegeztetettek, nem lélegeztetettek. És az intenzív eseteink száma is nyilván az esetszámokkal arányosan emelkedik. Jelenleg 70 körüli az az esetszám, akik intenzív ellátást igényelnek. Közöttük is van pozitív, gyanús, lélegeztetett és nem lélegeztetett beteg. A két kórház és a két telephely közötti feladatmegosztás, és tulajdonképpen egy terület alapú feladatmegosztás, a nyíregyházi telephelyre korábban háruló feladatokat egy kismértékben csökkentette, és néhány napja azt tapasztaljuk, hogy a bentfekvő betegek száma egyik telephelyünkön sem emelkedik, hanem van egy kicsi stagnálás mind a bentfekvő betegek száma, mind pedig az intenzíven kezelt esetek számában. Én azt gondolom, ez jó. Bízunk abban, hogy egy nagyon kicsi szusszanáshoz engedi jutni az egészségügyi dolgozókat, és bízunk abban, hogy a kormányzati intézkedések, amelyek ugye szigorításokat tartalmaztak és a kontaktusok számát hivatottak csökkenteni, azok hatással lesznek, és valóban csökkenhet az egészségügyi ellátórendszerre háruló teher, hiszen az esetszámok azok a terhet is növelik. Hogyha az esetszámok nem növekednek, hanem egy kicsit stagnálnak és akár még csökkennek is, akkor természetesen a dolgozóinkra háruló terhek is csökkenhetnek. És hogyha már megemlítette a két telephelyet, akkor ugye többen aggódnak amiatt, hogy a nyíregyházi kórház egyéb ellátása is sérül neki azzal, hogy COVID részleget üzemeltetnek, vagy hogy Fehérgyarmat teljes egészében COVID kórházzá vált, vagy bírja esetleg a Máté-Szalkai vagy a Kisvárdai a megnövekedett terhelést, fel vannak erre készülve? Igen, a járványhelyzetben hozott intézkedésekkel valamennyi egészségügyi szolgáltatónak részt kell vennie a koronavírusos betegek ellátásában. Ezt mi a megyében egy picit átszerveztük, figyelembe véve a telephelyek adottságait, a személyzetet, az ágyszámokat, a rendelkezésre álló kubatúrát. Mi úgy döntöttünk, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórházban Nyíregyházán egy hibrid ellátást végzünk, hiszen a megyei magas progresszivitási szintű sebészeti, speciális belgyógyászati, kardiológiai, onkológiai ellátások, szülészetnőgyógyászat, gyermekgyógyászat egyértelműen Nyíregyháza központú. Ezeket biztosítanunk kell. A nyíregyházi telephelyen azokkal az átszervezésekkel, osztályok összeköltöztetésével, mátrix kialakításával én azt gondolom, hogy mind a két típusú ellátást tudjuk biztosítani. Mind a két típusú ellátásra rendelkezésre áll a személyzet és az eszközállomány. Ez nagyon fontos, hogy ez ne sérüljön, hiszen a megyében centráltan, központosítva mondhatjuk így is, ezeket az ellátásokat biztosítani kell, ez nem kérdés. Az, hogy a telephelyeken, a városi kórházakban hogyan szervezzük az ellátást, ahol kevesebb a rendelkezésre álló személyzet, és természetesen más az adottság, más a kubatúra, ez a mi döntésünk volt. És úgy döntöttünk, hogy a Fehérgyarmati Kórházat teljes ellátási struktúrájában koronavírus ellátásra fordítjuk, és a terület lakosait a nem COVID ellátás szempontjából pedig a Máté-Szalkai Kórház vette át, ahol egyébként szélesebb az ellátási paletta, és rendelkezésre állnak a sebészeti, szülészetnőgyógyászati területek is. Egy hét telt el, ez az egy hét arra elegendő volt, hogy azt lássuk, hogy a gyarmati kórházra szükség volt. A gyarmati kórház jó időben lépett be a koronavírusos betegek ellátásába. A személyzetnek rövid volt a felkészülésre az ideje, de le a kalappal, hiszen mindenki, az egészségügyi dolgozók, a háttér szolgáltatásban dolgozók biztosították azokat a feltételeket, amelyek lehetővé tették, hogy elinduljon a koronavírusos betegek ellátása. Az első néhány nap alatt óriási terhelés jelentkezett, és óriási betegforgalmat bonyolított le a kórház.
de tegnap, ma már egy picit csillapodott az új betegek száma és az új felvételt igénylő betegek száma. Úgyhogy azt gondolom, hogy kiállta a próbát, és teljes palettájával, valamennyi dolgozójával a koronavírusos betegek ellátásában most részt tud venni. Nagyon bízunk abban, hogy a járvány jelenlegi tendenciáit figyelembe véve még egy néhány napig, akár hétig is a Fehérgyarmati Kórház tudja tartani a terület koronavírusos ellátását, és így a Mátészalkai Kórházban pedig a nem covidos betegek megjelenése biztosított lesz. Természetesen van további stratégiánk, és vannak további terveink, hiszen nem tudjuk, hogy hogyan alakulnak az esetszámok, és hogyan alakul az ellátási szükséglet. Ezért a következő ütemben Mátészalka bevonása is felmerült. Amennyiben a Mátészalkai Kórházban is koronavírusos betegeket kell ellátnunk, akkor újra át kell szervezni a betegutakat, amiről a lakosságot, a háziorvosokat, az önkormányzatokat tájékoztatjuk, de a sürgősségi ellátás, amiben a betegek sürgős szükség szerinti ellátására szükség van, az nem sérülhet. Én azt gondolom, hogy ezt mindenki tudja, ezt mindenki tartja. Az onkológiai betegeket folyamatosan ellátjuk, mind az onkológiai kezelések, mind az onkosebészeti kezelések folyamatosan megtörténnek a kórházban, és minden szakmára vonatkozóan sürgősségi járóbeteg szakrendeléseket is, hát a fekvőbeteg ellátást is természetesen biztosítjuk. Persze vannak olyan esetek, amelyekben halasztani kellett az ellátást. Nagyon bízunk abban, hogy amint a járvány lecseng, és amint vissza tudunk állni a normál ellátási menetrendre, akkor a betegek visszajönnek, és a betegek tervezett és halasztható ellátásait is meg tudjuk oldani. Elegendő szakember áll a rendelkezésre, hogy milyen terápiás lehetőségekkel dolgoznak? Ketté osztanám a kérdést, hiszen a COVID általános ellátásban, ahova a középsúlyos, még a súlyos kategóriát nem elérő betegek tartoznak, belgyógyászok dolgoznak nagy részt, és őket egészítjük ki különböző szakmák szakorvosaival, szakorvosjelöltjeivel, hiszen nagy számú beteget kezelünk, nagy létszámú az a 12 általános COVID részleg, amelyet megnyitottunk az utóbbi időben, és tulajdonképpen ezeken az osztályokon kezelési protokollokat alakítottunk ki, ennek megfelelően történik a betegek kezelése. Rendelkezésünkre áll a favipiravir nevezetű antivirális szer, amelyet központi forrásból biztosít számunkra a fenntartó. Ez az alapgyógyszere tulajdonképpen az antivirális terápiacsomagnak, de ezen kívül valamennyi kiegészítő terápiás lehetőség adott, amelyek hát vitaminokat, szükség esetén szteroidot, illetve hát az alapbetegséghez szükséges terápiát is tartalmazzák. A belgyógyász szakorvosok felügyeletével történik a betegek diagnosztikája, terápiás beállítása, amelyet aztán az egyéb szakorvosaink, szakorvosjelöltjeink és a szakdolgozók természetesen monitoroznak, nyomon követnek. Állapotváltozások esetén pedig a szakorvosok döntenek arról, hogy milyen változtatás szükséges. A másik ellátási terület, amely létszámában kevesebb, de súlyában és terheiben sokkal nagyobb, ez az intenzív terápiás ellátás. Az intenzív részlegeinken, amelyből most 5 COVID intenzív részleget működtetünk, és a nem COVID ellátásra is a megyei kórházban még 2 intenzív részleg áll rendelkezésre. A saját intenzív terápiás szakorvosaink dolgoznak, illetve kiegészültek néhány házi orvossal, akik korábban intenzív osztályon dolgoztak nálunk, és ők visszajöttek ebben a helyzetben, érezve annak a súlyát és annak az értékét, amelyet ők tudnak hozzátenni a COVID-ellátáshoz. Így azt gondolom, hogy kicsit megerősödve tudjuk felvenni a harcot a vírussal. Az intenzív osztályon, ami gyógyszeres kezelési lehetőség adott jelenleg az országban, mindent alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy a vénás antivirális készítményt, a remdesivirt is, illetve azokat a kiegészítő terápiás lehetőségeket, mint a plazmaterápia, immunglobulin, vagy akár a citokinvihar speciális kezelésére szolgáló tocilizumab, szintén alkalmazzuk és rendelkezésre áll.
Én azt gondolom, hogy nagyon magas szakmai színvonalon látjuk el az intenzív betegeinket. Nagyon súlyos betegek, akik az intenzív osztályon vannak. Az eszközök, amelyeket szintén központi forrásból az Állami Egészségügyi Ellátóközpont biztosított számunkra rendelkezésre állnak, megérkeztek, valamennyit használatba vettünk. Itt lélegeztetőgépekről, monitorokról, infúziós pumpákról van szó. A nővérek is és a szakorvosok is megtanulták azt, hogy mi a feladat. Megtanulták azt, hogy hogyan kell eljárni a koronavírus betegek kezelésében. És nagyon örülünk minden sikernek. Nagyon örülünk annak, hogyha a betegeink közül lélegeztetőgépről le tudunk venni valakit. Nagyon örülünk annak, ha ki tudunk adni az intenzív osztályról, hiszen minden ember élet fontos, és minden ember élet számít. Én azt gondolom, hogy a küzdelmet folytatjuk tovább. A Tarpai Népi Hagyományőrző Egyesület a Beregi Néphagyomány ápolására és további éltetésére 2016-ban létrehozott közösség. Fontos a helyi paraszti kultúra megismertetése a fiatalabb generációval, úgy, mint a kézművesség, a népi mesterségek, a népköltészet vagy az ünnepi szokások. Tarpa történelmi település, Esze Tamás szülőfaluja, a Kurusság őshazája, ha szabad ilyet mondani, és rengeteg sokszínű hagyománnyal rendelkezünk a történelmi hagyományokon túl. A Citera zenekar lassan 100 éves múltra tekint vissza, Szabó László tanár úr évtizedes munkája mai napig működik, jelenleg Figemadár Citera zenekar néven működnek, és országos hírnévre tettek szert. Ezen kívül táncházakat szervezünk, mindenképpen szeretnénk a fiatalokat is belevonzani ebbe a körforgásba, a hagyományoknak, az értékeinek az átadásába, és hogy ők is tapasztalják azt meg, hogy ezek az értékek az emberek számára fontosak, és szükség van arra, hogy az ember egy kicsit a múltból táplálkozzon a jövő fele. Tarpán szintén lassan évtizedes múltra tekint vissza a kurucnap, hagyományőrző nap, amely szintén a kuruc hagyományok éltetésére jött létre. Ezeken népi játékokat szoktak bemutatni, és a kuruc történelmi eseményeket próbálják meg színészek által bemutatni, helyi önkéntesek segítségével, és itt beöltözve kuruc hagyományőrző ruhába a jeleneteket bemutatják. Minden évben megrendezésre kerül a településen a Kuruc Fesztivál. Ez május utolsó vasárnapját, szombatját szokta magába ölelni. Itt megjelennek azok a kulturális, gasztronómiai látnivalók, ami a település életében nagyon fontos, és ehhez tartozik még egy olyan kulturális program is, ami az ide látogatók számára nagyon fontos és nagyon tartós, maradandó. Tarpa Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti peremén közvetlenül az ukrán határnál fekszik, de ez nem mindig volt így. A település fénykora a 18. század elejére, a Rákóczi szabadságharc idejére tehető. Tarpát elsősorban szülötte Esze Tamás tette igazán nagyjá, aki második Rákóczi Ferencet felkérte Brezán várában arra, hogy álljon a második Rákóczi szabadságharc élére, legyen a szabadságharcnak a vezetője, és ennek érdemi elismeréseként később Esze Tamás brigadérosi ranggal ruházta fel, és a tarpai település 1708-ban hajdúvárosi kiváltságot kapott a fejedelemtől, ami a szabadságharc befejeztével az 1848-as szabadságharcig még élt, de akkor már ezek a hagyományok elkoptak. Tarpa mezővárosi rangját a trianoni békediktátumig megtartotta. A lakosság zöme mezőgazdaságból élt, és a község határában magas szintű gazdálkodást folytattak. Nagy jelentősége volt a tarpai hegyen a szilva, körte, alma és szőlőtermesztésnek. Egészen korai adatok bizonyítják, hogy nagy mennyiségben főzték itt a jó minőségű tarpai szilvapálinkát. A hegyen már a 16. században működtek borházak és borospincék.
Esze Tamás nevét köztéri alkotások, utcanevek, utcatáblák jelzik nem csak a tarpai településen, hanem itt a közeli településeken. Itt is itt van, ahol a hátam mögött áll születésének 300. évfordulója felállított életnagyságú szobra, amit Németh Mihály szobrászművész alkotott. Turisták nagyon szeretik az interaktív idegenvezetést, állatvezetést, szeretnek azokkal a hasznos információkkal tisztában lenni, amit esetleg még igazán nem tudnak, és az itt lévő idegenvezetés ezt megadja számukra, és innen elmenve sokkal több hasznos információt tudnak magukkal vinni, mint hogyha egy szürke kis felolvasásba kapnák meg az információt. A tálatvezetésen meg tudjuk mutatni azokat a köztéri alkotásokat, amit a település, illetve a mindenkori kormány állított a településen. A legutóbbi olyan alkotásaink, ami Esze Tamásnak a pályafutását bemutatta a polgármesterhivatal mellett lévő II. Rákóczi Ferenc emlékparkban. Itt egy dombormű képsorozat formában mutatjuk be azokat az eseményeket, ami Tarpa Hille szülötte Esze Tamás életéhez és halálához kapcsolódik. Ezt 2019 tavaszán adták át egy 8 millió forintos NEA pályázatnak köszönhetően. A Bíró Lajos szobrászművész által készített alkotás célja, hogy a település ezzel is méltó emléket állítson a múltnak, amely a jövő nemzedék számára is évtizedeken át példaként állhat. Én azokat a dolgokat szeretem átadni a fiataloknak, megmutatni, hogy azok az emberek, akik 300 évvel ezelőtt az életüket és a vérüket adták azért a harcért, hogy majd a későbbi nemzedék egy jobb életben élhessen, hogy egy kicsit érezzék azt, hogy milyen megtiszteltetés volt azért abban a világban egy kuruc katonának lenni. Én azt tudnám minden ide látogató és hazai embernek üzenni, hogy őrizzék és ápolják azokat az értékeket, amit annak idején a kurucság ki tudott magának vívni, mert azért egy kuruc szív az mindig a hazáért dobog. A település folyamatosan fejlődik kisebb-nagyobb beruházások által. A Tarpai Népi Hagyományőrző Egyesület is sok tervvel rendelkezik a következő évekre. Ezek közül az egyik legfontosabb egy különleges közösségi tér kialakítása, amelynek az első lépésén már túl vannak. A Magyar Falu civil program keretében az ingatlan vásárlásba sikeresen pályáztunk, és egy olyan ingatlan sikerült megvenni, ami táj jellegű teljes mértékben, és ezt az ingatlan szeretnénk egy közösségi térként létrehozni, ahol a citera zenekar próbálni tud kulturált körülmények között, illetve hagyományőrző eseményeket hoznánk létre benne. Hála Istennek ez az ingatlan egy nagy kültéri filagóriával, illetve kemencével rendelkezik, tehát akár gasztronómiai, hagyományos ételek elkészítését is szakkör, klub foglalkozások keretében át tudnánk adni az utókor számára. Egyesületünk jelmondata: értéket őrzünk, hagyományt ápolunk. Önök 35 perc című műsorunkat látták, legközelebb szerdán jelentkezünk ugyanezzel a műsorra. Viszontlátásra!